A migráció növeli a bűnözést, különösen a nők elleni bűncselekményeket, és behurcolja közénk a terrorizmus vírusát. De mi nem ragadhatunk bele a félelmeinkbe. Túl kell látnunk a félelmeinken. Meg kell értenünk, hogy az európai népek történelmi válaszúthoz érkeztek. Akik a bevándorlás és a migránsok mellett döntenek, bármilyen célból teszik is, valójában kevert népességű országot hoznak létre. Az európai baloldal a világháború után azt a téves következtetést vonta le, hogy a pusztítást hozó nemzeti szocializmusból a nemzetet kell kitörölni, a szocialistát pedig meghagyni. Így lett mára az európai baloldal a spekulánsok, a világpolgárság, a világkormányzás, és most végül a világmigráció élharcosa, a nemzetek, a család és a keresztény életforma sírásója. A harc nyíltá vált, mióta a bevándorlás párti hadak élére Soros György egy Timmermans nevű szocialistát állított. Ő vezeti a bevándorlás párti politikusok listáját. Nos, hölgyeim és uraim, erről szól az európai választás, erre készül Brüsszel. Azok az asszonyok, akik legalább 4 gyermeket szültek és neveltek, életük végéig mentesülnek a személyi jövedelem adó fizetése alól. Se megértőek, se elnézőek. Mindig hit.